Ön a Stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a Stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. Műszaki marketing menedzsere, a Stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Nagy szeretettel köszöntöm a Stíl kertértők hallgatóit, ez a harmadik évadunk, harmadik epizódja, és egy szívemhez nagyon közel álló témát fogunk most körüljárni, egy szívemhez nagyon közel álló vendéggel, ez pedig a hagymások ültetése, aminek most van a tavaszi hagymásoknak az ültetésének az ideje, vagy dugványozásának az ideje most van, hogy aztán tavaszra ki tudjanak bújni, és föl tudják dobni a kertünket sok-sok szép virággal, és hát ki más lehetne a szakértő ebben a témában, mint Szomorú Miklós, aki igazából az évelők nagyon nagy mestere, de hát az évelők és a hagymások meg remekül megférnek egymással, úgyhogy azért hagymás témában is eléggé ott van Miklós. Ugye szeretette is a hagymásokat, és fogsz tudni nekünk beszélni róluk egy kicsit. Így van, igen. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Egyébként pont most mondtam is Márknak itt a felvétel előtt, hogy mi is pont egy ilyen évelő ágyást tervezünk itt néhány lelkes kertésszel, hiszen az évelő ágyás nagyon jól lehet vegyíteni a hagymásokkal, hiszen pont az a célunk, hogy ne csak egy rövid ideig virágzó ágyásunk legyen, ami mondjuk tulipánok egy hónap alatt elnyílnak, hanem tényleg szinte márciustól a fagyokig virágzó ágyásunk legyen, és ennek az alapjai, a kiindulási pontjai a hagymások. Úgyhogy ez erre tökéletesek. Én pont Mariannal beszélgettünk itt még maszekba, és nagyon dicsértelek, és azt mondtam, hogy attól nagyon nehéz egyébként az, amit te csinálsz, hogy egy óriási tudásbázissal, egy ilyen tudásmátrixsal kell rendelkezni az összes növényel kapcsolatban, mert hogy egy ilyen szép kerti ágyás akkor néz ki jól, hogyha, ahogy mondtad is, az egész szezonban mindig szép benne valami, de ehhez pontosan kell tudni, hogy mikor mi virágzik, minek milyen a virágzik, milyen magas, milyen színű, hogy akkor a színharmónia is meglegyen, mi az, ami terebélyesebb, mi az, ami esetleg rámászhat a másikra, tehát, hogy mindennel tisztában kell lenni, hasonló vízigényűek, tehát, hogy ezt mind a fejedbe kell, hogy tartsad, és akkor ebből tudsz kialakítani egy ilyen folyton virágzó csodát, mint ami nálad is található. Igen, bár ebben az a könnyű, vagy könnyebb dolog, hogyha ezt a néhány száz vagy ezer növényt megtanuljuk, akkor utána már ezzel nagyon jól lehet sakkozni, de mondjuk nem akarok megijeszteni senkit, tehát egy 10-15 év és már a kis ujjadban van az egész. Egy 50-100 növényel már csodát lehet művelni, tehát ezt azért már megtanulni nem egy olyan ördöngösség, csak mindig azt mondom, mindig azt próbálom így átadni, hogy ne érzelemből vásárolunk, vagy ami éppen most tetszik, hanem azért járjunk kicsit utána, hiszen az a cél, hogy hosszan virágzó legyen, ne egy hét alatt virágozzon el az az évelő, ne legyen nagy betegsége, bírja ezeket a forró nyarakat. Tehát ha ezeket így kigyűjtjük, hogy mik ezek az alapok, akkor ebből aztán már egy kis tanulással, kis utánajárással azért már ez remekül alkalmazható lesz. És ezekhez remekek, még kiegészítésnek, bocsáss meg, a hagymások, hiszen azokkal kezdődik az egész, az indítja a szezont, tehát az érdemes ezekkel indulni, és akkor erre fölé a sorban ezek az évelők. Tudom, hogy van néhány olyan növény, amit te nagyon előszeretettel szoktál kertő tervezésnél akár betenni a kertekbe. Van egy barátnőm is, akiknél te tervezted a kertet, és pici kert, de nagyon oda vagyok érte, vannak benne örökzöldek, hortenzia, tehát igazából minden szerintem, ami egy ilyen kicsi, akár egy nagyobb, de egy kicsi kertben is jól mutat, és egész évben díszítő értékkel bír. És ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy mi az a akár mondjuk 4-5 növény, ami mondjuk ebben az évben, hogy hatalmas szárazság volt a nyáron, akkor is azt mondod, hogy jól működhet, és előszeretettel ajánlod azoknak is, akiknek mondjuk nem ez a mindennapi életük, hogy a kerttel foglalkozzanak, és nem igényelnek ezek a növények mindennapi törődést. Igen, én is szoktam így kategorizálni, pont most is egy jó 2 órán keresztül átvettük a növényeket, és vannak, úgy szoktam hívni, hogy ilyen abszolút joker növények,
ami tényleg a tűzönapon, a szárazságban, a szélbe mindent kibírnak. Talán azt nem bírják, hogyha valaki nagyon túlzóan ápolni akarja, tehát túl locsolja, vagy túl gondozza. Jegyzetelek, Miklós, jegyzetelek. Oké. Úgyhogy talán, amit aki ismer, szerintem minden videóban, vagy mindig elmondom, az ernyös verbéna, talán ez a legkedvesebb növényem. Hiszen ez azért is jó, mert tényleg nagyon szárazságtűrő, de mondjuk egy öntözött ágyásban is el van, de egy teljesen szárazon tartottban is tökéletesen virágzik, és nagyon szép. A tűzönapon is el van, kicsit félárnyékban is el van, lehet az ágyáson hátrébb is ültetni, mert elég magasra növő, viszont úgy nevezett ilyen felhőnövény, tehát nem nagy zöld tömeget növesz, tehát az ágyás elejében is jól mutat. És tényleg május végétől, amik júniustól, időjárástól függően, most is még gyönyörűen virágzik, mindenféle metszés és egyebek nélkül, tehát ennél szerintem jobb nem kell. Tehát verbéna bonariensis, vagy ernyös verbéna. Aztán ehhez remekül illenek az echináceák, ugye a kasvirágok, de ebből is főleg az alapfaj, tehát a bíbor, a rózsaszín színűt ajánlom, mert már rengeteg fajta van, tehát a fehéren át, a telcirmúkig, a pirosokig mindenféle van, az a kicsit rövidebb életűek, de a sima alapfaj az hosszan-hosszan élekig egyre szebb lesz, sőt magról is szaporodik, tőosztással is lehet, tehát lehet, hogy ha vesztek egy-két növényt, akkor az pár év alatt 10-20-at is lehet belőle csinálni, tehát elég gazdaságos is. A legjobb az, amikor az embernek már egy kicsit vissza kell ritkítani, tehát annyira besűrűsödik az évele, hogy azt mondod, hogy na jó, egy kicsit visszaritkítom, kiszedek egy pár tövet, elajándékozom, tehát ez az a legjobb felállás szerintem. Ez is szuper, vagy akár még a gaurát is szeretem, a gyertyavirágot, azt is akar a városba járva, Margit-szigeten is, Leheltéren, a múzeumkertbe, de tényleg nagyon sok kertbe is lehet látni, hiszen nagyon melegigényes, bírja a szárazságot egész szezonban, tehát most is tele van még virággal, amíg el nem fagy, addig virágzik. Esetleg egy picit nagyon erős fagyban lehet, hogy károsodik, tehát lehet, hogy ezt érdemes takarni, de hát ugye az egyre enyhébbek a telek, tehát most már simán szokták bírni. Amik még ugye a varjuhájak, abból is a pompás varjuháj, tehát a kicsit nagyobb tömegű, ezek is ugye későn virágoznak, én augusztus-szeptemberben, de egész évben jól néznek ki az ágyásban, ez is teljesen öntözésmentes kertben is gyönyörűek, nagyon-nagyon szeretem, ezt mindig tervezek. Ebből is rengeteg fajta van, de a legalapabbak is tökéletesek. Meg hát amik szerintem a jövő kertjében elengedhetetlenek, azok a díszfüvek, hiszen ők egész tavasztól őszig gyönyörűek, sőt, hát télen is szépek, össze lehet ugye kötözni őket, és akkor egész télen díszélj a kertnek. Pont most ültettem, és ugyanezt mondtam, hogy annyira jó növények, és mégis, hát mondjuk most már egyre több helyen használják őket, de még mindig nem azzal az intenzitással, amit kellene, mert szerintem fantasztikus növények, és annyira jól néznek ki. A 40 fokba érzik magukat a legjobban, úgyhogy az első évben persze azért ültetéskor azért öntözni kell, de a második évtől, vagy az ültetés utáni pár hónappal később, amikor már lentebb jutottak a gyökerei, keresedett, akkor abszolút bírja a hőséget, a szárazságot. Úgyhogy ezek a náttippanok, vagy a vesszőskölesek tökéletesek. Azért szeretem ezt a náttippan, ezek halamaglosztiszokat, hiszen ezek hamar kihozzák a kalászaikat, tehát már májusban megjelenik rajta, például egy tolborszűnek csak most jelenik meg szeptemberben, tehát ők egész nyáron díszítenek a virágzatukkal is, tehát azért is tökéletesek. Nekem lehet egy konkrét kérdésem, Miklós, hogy mondjuk nagyon meleg helyre, én pont ide, ahova ezeket a díszfüveket ültettem, ez egy nagyon meleg terület, itt ilyen mediterrán növények elég jól érzik magukat, és van is belőle valamennyi, de nagyon szeretném lefedni, tehát teljesen le akarom fedni az egészet, és olyasmit, amivel szépen lehet a talajt takarni, de ugyanebbe a kategóriába, hogy nagyon bírják a szárazságot, a tűzőnapot. Ez talajtakaró, de rövid ideig virágzik, viszont nagyon szép a lombja, és én azért szeretem. Itt a pilisbe egyébként őshonos is, az alapfaj, ez az ajuga, ez az infű, de vannak tarka levelű fajták is, tehát ez például a tűzönapon, ilyen déli rejtőn, mint nálad is van, azok, ezek ezt szeretik, ezt igénylik kifejezetten, és mellesleg még virágoznak is, de főleg így a levelével is díszít, tehát erre abszolút jó. Meg hát mindenféle varjúháj, tehát nem csak amit az előtt említettem, ez a pompás, ez a Sedum telephium, hanem mindenféle varjúháj, ugye ez óriási család, tehát egy könyvet lehetne megtölteni velük, tehát abból bármelyiket ajánlom, és szépen virágoznak is, de nagyon szép
a levelük is azzal is díszítani. Köszönjük szépen, egy kicsit kanyarodjunk vissza a hagymásokhoz, mert megint elmentünk évelő irányba, de tényleg a kettő tök jól működik, tehát én például itt a díszfüveim közé díszhagymákat dugdostam le. És egy nagyon fontos kérdés, hogy a hagymát te azt mondja, dugványozzuk, vagy ültetjük, vagy mit csinálunk a hagymát? Én mindig bajba vagyok, hogy ez hogy kell ezt hivatalosan apostrofálni. A dugványozás az inkább mindig egy, amikor szaporítunk valamit, és annak a mondjuk egy hortenziát, ha szeretnénk szaporítani, annak egy fás dugványt dugványozunk el, és abból keletkezik egy új növény, vagy egy dughagymát lehet, de az a, mondjuk mikor egy picike kis fiókhagyma van, és azt ugye ez a mozzanatot hívják dugványozásnak, hogy azt bedugjuk a földbe, és abból lesz egy nagyobb hagyma, amit később majd mint vörös hagyma, vagy akár egy fokhagymát is lehet így szaporítani. Tehát az is végig is egy szaporítási módszer. Tehát én azt mondom, hogy inkább ültetjük a hagymákat, mindenfélét, tehát a tulipán, a nárcisz, jácint, krokusz, íris, díszhagymák, ezt mindent inkább úgy fogalmazzuk, hogy elültetjük őket. Na hát akkor végre ma is, ez tisztázódott, ez a régóta égető kérdés. Én nekem is lenne egy kérdésem. Légy szíves, Laci! Szervusz Miklós, meg üdvözlöm a hallgatókat. Én azt szeretném megkérdezni, Márk műsorában én láttam ezt a gyönyörű szép kertedet, amit véghez vittél, és tényleg le a kalappal előtte. Nekem szakmai szempontból inkább az lenne a kérdésem, hogy mikor ezt ilyen gyönyörűen karban tartottál, milyen gépeket használsz? Tehát mi az, amit mondok, az, ami nagyon bejött neked, ami úgy érzed, hogy nélkülözhetetlen, és mi az, amit tényleg kedvelsz ahhoz, hogy ezt viszonylag kevesebb energia ráfordítással fönn tud tartani ezt a gyönyörű állapotot. A legjobb, nem kell túl sok gép, de legyen egy pár nagyon jó gépünk, tehát az a kezdve a metszőolóval, az nagyon fontos, az nem is gép, ugye, de az mindennek az alapja. De hát az is elközé tartozik. Amit gyakran legtöbbet használunk egy évben, az a fűnyíró. Én ebből egy akkus fűnyírót használok, tehát én azokat nagyon-nagyon szeretem, mert ugye nálam is sok ív van, sok növényt kell kerülgetnem, ami belógnak, és ezek az akusok könnyűek, csendesek, és abszolút gyorsan lehet használni őket, tehát én imádom. Aztán egy lombfúvó, ami most ugye nem csak nyáron, vagy nem csak ősszel a lombfúvására használom, hanem tényleg ilyen takarításra is, hogy ne kelljen söprögetnem, de ilyenkor kifejezetten a lehulló leveleket is csak az ágyásba befújom, és én nem szedem össze őket. Tehát egy jó fűnyíró, egy lombfúvó, egy jó metszőoló, és mindenképpen sövényvágók, amit ugyanállam nincs sövény, de nyilván azért a cserjéket, örökzöldeket metszeni kell, és hát metszőolóval ez a több százat nagyon nehéz lenne, úgyhogy ezekre használok az is ilyen akus sövényvágót, még ilyen magassági ágvágókat, tehát egy ilyen 5-6 géppel azért nagyon szépen rendbe lehet tartani mára. Igen, de ahogy hallom, akkor te is itt az akkumulátoros technológia fele kacsingatsz. Nagyon féltem tőle, mert mindenki ijeszgetett, akinek persze egy nagy motoros traktora van, hogy az az igazi férfias gép, és az kell. És én féltem ezért az akusoktól, de pár éve vettem először egy akus Tivian fűnyírót, és azóta beleszerettem. Tehát előtte ugye mindig kábellel ilyen elektromossal vágtam, és persze az mindig a legszebb virágba akad bele, meg pont nem ért el addig, ameddig szerettem volna, úgyhogy... De ugye a kábeleknek, meg a slagoknak is megvan ez a rettenetes tulajdonság, hogy mindig bele tudnak akadni, és óriás károkat tudnak oda, beakadnak a legkisebb valamibe, és leborítják a fél házat nagyjából, amikor megrántod. Igen, nem? Szóval én is mindig ezzel küzdöttem, és akkor egy pár éve vettem először csak a fűnyírót, de aztán már föl növeltem a gépparkot tényleg, de mindegyik aksis, és hát lehet egymásba ugye cserélni az akkumulátorokat, tehát kompatibilisek, és nem kell ajzatot keresni, nem vágom el a kábelt, tehát egy sövénynyírásnál, amikor is a rengeteg növény között vágom, ugye nem lehet arra is figyelni, ne vágjam el a kábelt, és ezzel meg ugye ez teljesen kiküszöbölhető, és nekem nagyon-nagyon beváltak. Hát számomra talán ez a legjobb bizonyíték, mert tényleg megnézve azt a videót, meg azt a kertet, és ezt akusgépekkel művelve fel lehet tartani, és el lehet érni ezt a színvonalat, szerintem ez egy teljesen win-win helyzet. Ehhez két aksi, két töltővel, ez tökéletesen elég, tehát nagyon sokáig bírják is, hogy nem kell percenként tölteni, hanem bőven egy fél órát, órát is el lehet velük dolgozni. Egy picit én megint visszaterelném a hagymásokhoz, mert mindig elmegyünk szegény hagymásoktól. Föltenném azt a nagyon kezdő kérdést, de hát, hogyha van olyan ember, akinek ez még nem világos, hogy ugye tavaszi hagymásoknak nevezzük ezeket a hagymásokat, amikről beszélünk, mégis most kell őket ültetni, akkor most ezek őszi vagy tavaszi hagymások, miért hívjuk akkor őket őszi hagymás, vagy tavaszi hagymásnak?
Ugye azért hívjuk tavaszi hagymások, amelyek tavasszal virágoznak, viszont ezeknek mindegyiknek kell a téli hideg hatás, tehát a származási helyük miatt, tehát olyan területekről származnak, hogy csak akkor virágoznak, ha kapnak téli hideget. Tehát több hétnyi, hónapnyi hideg szükséges nekik, úgyhogy ezért kell ősszel elültetni őket, akkor megkapják télen, a tél folyamán a fagyot, a hideget, és akkor tavasszal gyönyörűen tudnak virágozni. És azért kell ősszel elültetni őket, hogy ilyenkor még kellően meleg a talaj, tehát ez a szeptember, október, november elején, meg még vizes is, és szépen be tud gyökeresedni, meg tud indulni, és akkor ilyen kicsit hibernálva várja a tavaszi ugrást, és akkor aztán, mikor megjön az igazi jó idő, természetesen fajta függően, akkor elkezdenek virágozni. És milyen jó is az, amikor az ember úgy ki van éhezve a színekre, meg az illatokra, és még minden ilyen kopár is megjelennek a tavaszi hagymások, hát az nekem az egyik kedvenc pillanata a kertnek, nem tudok betelni velük, és annyiféle sok fajta van, ami gyönyörű. Igen, és azért is szoktam minél több fajtát is ültetni, most is már ugye van már több ezer hagymásom, de pont most is meséltem, hogy még rendeltem egy 5-600 tulipánt, meg díszhagymát én is, mert ezekből sosem elég, tehát minél több van, annál látványosabb, annál szebb, és azért jó az évelők alá ültetni őket, úgymond fizikálisan is alá, tehát mondjuk ilyen természetesen fajta függően, de ilyen 5-10-15 akár egyes tulipánfajtákat 20 centire is le lehet ültetni, és simán föléjük mehetnek az évelők, hiszen mire a tulipánok befejezik a díszítésüket, vagy hát a funkciójukat, és elvirágoznak, addigra ugye csúnya lenne a levelük, de hogy azt muszáj meghagyni, hogy a hagymába vissza tudjon húzódni az erő, ezért akkor már csúnya lenne az ágyás, hiszen azok olyan sárguló, elszáradó levelek, viszont ezekkel, ha fölőjütetjük az évelőket, akkor pont mire csúnyák lennének a leveleik, a hagymásoknak, ezek az évelők eltakarják, és föléjük nőnek, és onnantól kezdve meg ők díszítenek. De már a meglévő évelők mellé is egyébként, hát hogy olyan pici helyet foglal el egy ilyen hagyma, hogy tényleg az ember ott csinál egy picike kis lukat, és szinte mindenhová mindig odafér még egy hagymás, és az ember közvetlenül mondjuk a tövéhez, tehát mondjuk már megvan az évelő, és a tövéhez mondjuk körbe ülteti hagymással, akkor is ugye ezt a funkciót írja. Ha nem kell a távolságot se hagyni, bátran lehet jó közel az évelőkhöz, mert azokat ugye tavasszal teljesen visszavágjuk, vissza is fagynak, tövik, tehát a buli nem látszódik tavasszal semmi szinte, és akkor ha közel van ültetve a tulipán, az ott gyönyörűen megtalálja a helyét, és szépen tud díszíteni. Úgyhogy én is most már, mikor pótlom a hagymásokat, akkor ugye nem tudom az évelők alá, de ahol egy kis helyet is találok, rögtön telerakom még a... Igen. Akkor van csak baj, mikor az ember elfelejtette, hogy ide már korábban ültetett hagymást, és akkor mikor ásod a gödröt, akkor hopp, egy fél hagymás. Na, ez már nem biztos, hogy ki fog hajtani. Ez benne van. De egyébként azért is szoktam ezt is mondani, hogy érdemes minél több fotót csinálni a kertről minden évszakban, akár hetente egy-egy fotót az ágyásról. És megosztani. Igen. És utána például, amikor őszre már elfelejtettem, hogy hol is voltak a tulipánok, elveszem a tavaszi fotót, és láttam, hogy na, ezen a területen itt hiány volt, kevés volt, akkor oda lehet pótolni. Tehát ez egy jó kis módszer arra, hogy ne vágjunk el hagymákat, vagy tudjuk, hogy hol van hiány belőlük. Nekem, bocsánat, csak annyit jutott eszembe, hogyha a hagymákról beszéltünk, hogy a vásárlásnál szerintem itt érdemes mindig egy kicsit a drágábbat, minőségibb vetőanyagot megvásárolni, mert nagyon nagy csalódásokat okozhat, hogyha valaki megveszi, most nem akarok nevet mondani, hogy melyik boltokba, de ahol mondjuk élelmiszert árulnak, ott nem biztos, hogy olyan jó minőségűek a hagymák. Inkább biztos helyről beszerezni, én egyébként a márkéknak az oldaláról. Jó, köszi! És nem hiába osztottam meg én is az övét, mert nagyon ajánlom, ismerem márkon kívül is ezt a márkát. De az a lényeg, hogy tényleg kellően nagyméretű legyen az a hagyma, tehát ilyen kis icipici tulipánhagymák, bár ugye vannak a botanikai tulipánok is, de most beszélünk egy alaptrium fajtáról. Aztán nagyon picike a hagyma, vagy ha megfogjuk, és nagyon száraz érzetünk van, nem feszes, és nincs súlyuk, akkor az biztos, hogy valami régi, elraktározott, rossz helyen tárolt hagyma. Míg hogyha tényleg így megnyomjuk, mint egy jó, akár így a vörös hagymát is szoktam így példának mondani, hogy azt is, ha így meg, akkor vesszük meg, mikor tényleg olyan jó, feszes, és
érezzük, hogy vízzel meg van töltődve, fel van töltődve, és csak arra vár, hogy elültessük. Igen, érezni, hogy van benne élet, igen, és van startra kész az egész, és van súlya. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy mondjuk ugye általában azért zárt zacskóba vannak, vagy zárt csomagolásban nehéz mondjuk azt megnézni, hogy sérülésmentes-e, formás-e, de ha megfogdossunk, hogy... Ami látszik, tehát azt én sem szeretem, hogyha nem látom, mert az... Hiába nyomom meg úgy óvatosan, természetesen nem kell erősen megnyomni, az rögtön érződik, hogy olyan rugalmas, úgy ellenáll, és vízzel teli, az jó. De mindenképpen azért érdemes olyan helyről venni, hogy vagy megbízható webshopról, ami tudjuk, hogy jó minőséget ad, vagy ha ismeretlen helyről, akkor meg vagy egy kertészetbe, akkor pedig mindenképpen fogjuk, megérezzük, hogy van súlya, feszes, és biztos, hogy ez nem egy régi, több éves száraz, rosszul tárolt valami hagyma. Igen, ez egyébként nem csak a hagymásokra, hanem bármiféle növényre igaz, hogy nem érdemes spórolni rajta, mert akkor lehet, hogy spóroltunk vele, egy csomó energiát, munkát beletettünk, arra nem beszélve, hogy várjuk, hogy majd milyen lesz, és aztán utána egy óriási csalódás, hogy nem elpusztó, nem bújik ki, nem olyan a virágja, tehát hogyha már belefetszöltünk ennyi energiát, akkor ne azt a kis kevés plusz sajnáljuk tőle, hanem akkor tényleg azt tegyük bele, és akkor garantált, hogy azt kapjuk, amit várunk. Gyanúsan olcsó, azért az gyanús. Gondolom, hogyha ennyi hagymád van, akkor te nem szoktál azzal bíbelődni, hogy kiszedegeted őket nyár közepén. Nem is tudnám, mert ugye addigra telenő évelővel, tehát addigra annyira sok évelőnők köréjük, tehát meg se találnám már nagyon. Meg én mindig úgy szoktam mesélni, hogy én lusta vagyok, tehát én lusta kertész, én nem szeretnék non-stop azért rakni. Nagyon nehezen tudjuk ezt elhinni róla, de igen, de mondod ezt, de mondod. De hát azért jobban szeretek én is egy fröccsel ülni a teraszon és a barátokkal beszélgetni. Persze imádok kertészkedni is, de nem egész nap akarok azért egész héten. Tehát azért is szeretem a sok évelőt, mert ezekkel az ültetés után nagyon kevés gond van, úgymond idézőjelben gond. És a hagymások is ezért jók, mert talán, hogyha jó fajtákat, klasszikus, mondjuk ezek a triumf tulipánokat választjuk, vagy a hagyományos, kevésbé túl nemesített mindenféle cakkos, meg fodros, meg mindenféle tulipánokat, azok akár évtizedekig, de hosszú évekig maradhatnak a talajba. Persze ez talajfüggés, mert homoktalajban azért könnyebben lefelé vándorol, egy ilyen kötött köves talajban, mint nálam azért, hát tulipán legyen a talpán, aki lefelé tud menni. Pont ezt szerettem volna kérdezni, mert hát én is akkor ebben a kategóriába tartozom, itt a tulipánhagymákkal egyszer próbálkoztam felszedni, de utána egy pár évig nem, utána bíztattak, hogy már pedig ezt ki kell szedni, és hát a végén már ott tartottam, hogy majdnem ilyen vízorakna mélységben kellett utána mennem, mert olyan szinten haladt lefele a hagymája, hogy ilyenkor mi a hivatalos álláspont, de hát ezek szerint meg is kaptam a választ, hogy ez talajtípustól is jelentősen függ. Persze könnyebben megy lefelé, bár a tulipánban az a csodálatos, hogy nagyon mélyről is elő tud jönni. Tehát mondjuk egy krokusz, vagy hóvirág, vagy egy jácint, ha túl mélyre van ültetve, az ugye eltűnhet, de a tulipánok azért nagyon mélyről is elő tudnak jönni, tehát én is jártam úgy, hogy kerül jó bizonyíték arra. Ugye véletlenül hazahoztam tulipán, de egy hagymáson ugye néha lehet kapni, virágzó és hagymával együtt, és én azt a komposzt dombomra így kidobtam, és következő évben csomó minden rádobáltam már, és onnan kihajtott, de szerintem volt, hogy egy 40-50 centi növényi nyesedék már rajta, és simán kijött az alul is, úgyhogy ez a legjobb bizonyíték, hogyha megy lefelé is, azért nagyon mélyről elő tud jönni. Ezért szokták javasolni ezeket a tulipán kosarakat, amik ilyen műanyag kosár, és akkor abba be lehet rakni ugye többet, az összetartjuk egy helyen, és azt is kicsit megakadályozza, hogy nagyon levándoroljanak, tehát esetleg érdemes ilyen tulipán kosárral is próbálkozni. Hát lehet, bár én ezt tényleg azt, én igyekszem mindenféle műanyagot kerülni a talajból, hogy ne tegyük bele, de ez mindenképpen megkönnyíti esetleg a kiszedését, de én ilyet soha nem szoktam. Környezet kímélőek akarunk lenni, vannak simán ilyen tyúkhálót, amit lehet kapni, ez a kis fém háló, és azt lehet tenni, ez ugye főleg a pocok védelem miatt szoktuk ajánlani, hogy kiásni a gödröt, beletenni ezt a kis csirkehálót, amivel ezzel szokták egyébként a földlabdás fákat is így összekötözni ugye a gyökerét, azt letenni, erre ráhelyezgetni egy vékony egy kis földréteget, rá a hagymákat, és aztán visszatemetni a földet. Egy kicsit föl lehet hajtani az oldalát is így a hálónak, tehát hogy oldalról se tudjon belemenni,
és akkor ez a pockok kártevők ellen is jó, illetve ha ezt tudjuk, hogy hol van, csak a hálóval együtt ki lehet majd emelni a földből, és akkor mégis kvázi bió, tehát nem műanyagként, nem műanyagot tettünk a talajba, és mégis elértük a célunkat vele. De én agyagtalajba, vagy nagyon kives talajba szerintem nem kell. Táphozással mi a helyzet? Szoktál-e nekik mondjuk ültetésnél tápot adni, vagy hagyod, hogy a saját tartalékaikból dolgozzanak? Én csak a cserepes tulipánokat szoktam, amiket ugye cserébe is ültetek rengeteg hagymást, és mivel ott kevesebb a földjük, nem jut vissza annyi, mert ilyen vastagon mulcsozom az ágyásokat, tehát az ott visszakomposztálódik, rengeteg tápanyag ezáltal visszajut a hagymásoknak is, de a cserép az ugye más téma, tehát én amit cserépbe tartok, azokat szoktam megtápozni virágzás után, tehát miután elnyílt, akkor megtápozom. Tehát jó virágföldbe ültetem, mindenképpen jó minőségűbe, és virágzás után pedig megtápozom őket. Tehát maga az ültetésnél nem használsz nem, mondjuk, akkor mindenképpen új, tehát nem egy régi elhasznált földet használjunk, hanem egy jó minőségű új földet, abba beleültetem, és amikor elvirágzott, akkor akár ilyen kis friss komposztréteggel, vagy marhatrágya granulátummal, én nem akarok nagyon műtrágyákat se használni, ezért használom ezeket, de lehet egy folyékony tápoldattal, vagy műtrágyával is esetleg. De a legjobbak, szerintem ez a marhatrágyás kis felül tápozás. Egyetértek. Így a végére, Miklós, ha mondjuk három tavaszi hagymást ajánlhatnál, mi lenne az a három kedvenc? Hát ezzel mindig nehéz válaszolni, bár szerintem te is így vagy vele, hogy mindig az a kedvencem, amire éppen ránézek, vagy ami eszembe jut. Sokszor is hallgatom így vissza magam, és mindig azt mondom, ez a kedvenc. De hát tulipán mindenképpen. És abból is ugye érdemes úgy, hogy egy korai, középkorai és egy késői fajtát is, hogy ne egyszerre virágozzon az összes tulipán. És ezekből is a triumfajtákat, tehát a klasszikus triumfajtákat. Illetve a krokuszokat nagyon-nagyon szeretem, mert szinte tényleg kiirthatatlan, remekül szaporodik, és ő a legelső a hóvirág után, ami megjelenik, és tényleg az már annyira vágyunk akkor egy kis színre, hogy az egy nagy élmény, mikor megjelenik. És akkor legyenek a díszhagymák. Tudtam! Az meg azért jó, mert az pont a tavaszi hagymások és a nyári évelők virágzását köti össze. Tehát azok ilyen átmenetet képeznek az üres szezonban esetleg. Tehát van az a pár hét, amikor elvirágoztak már a tavaszi hagymások, de még az évelők, vagy még kevés évelő virágzik, és ez remekül átvezeti ezt a szezont. Ebből is hát vannak a gladiátor, az óriás fejű, a purple sensation, a kicsit kisebb, de lila, a fehér, tehát irtózatosan sok fajta van, csak győzzük megvenni és ültetni. Szóval talán a díszhagyma a harmadik. Nagyon szépen köszönjük, Miklós, hogy rendelkezésünkre álltál, és ilyen sok hasznos infót osztottál meg velünk. Visszaengedünk téged a workshopodhoz, hogy be tudjátok fejezni a kert tervezést, és további jó kertészkedést, ameddig lehet még kint bíbelődni, azt kívánjuk neked. Köszönöm én is, és nektek is hasonló jókat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Miklós. Sziasztok. Tehát Miklóstól is búcsúzunk meg tőletek is, kedves hallgatók. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Stíl Kertértők, és legközelebb ismét jövünk.